Szeretettel köszöntök mindenkit az Állatvédelmi Témahét keretében. Molnár Marcell vagyok, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Állattenyésztési Tudományok Intézetében dolgozom, és az Egyetem Kaposvári Kampuszán végezzük a vizsgálatainkat. Amiről én most beszélni szeretnék, az az állatasszisztált fejlesztés, amit mi elsősorban nyulakkal végzünk. A történet az a biofília hipotézissel kezdődik, ugyanis 1984-ben Edward Wilson, amerikai biológus úgy gondolta, hogy a biofília hipotézis keretében, hogy az emberi genetikának a 99%-a a természetes környezethez alkalmazkodik, és ezért az emberre a természet, az állatok jó hatással vannak. Na most ezt azért mondta, mert tulajdonképpen úgy kell elképzelni a mai modern embert, és a mai modern embernek a viselkedését, hogy több mint 8 millió éven keresztül egy természetes környezetben élt az ember, tehát mint egy ilyen cserép golyó, aminek a modern embernek a kultúrája az csak egy ilyen vékony máz, egy égetett máz a tetején. Tehát láthatjuk azt, hogy az Australopithecus az 8 millió évvel ezelőtt jelent meg a Földön, és az értelmes ember az pedig csak 75 ezer évvel ezelőtt, és ebből is a mai modern életmódot az pedig csak pár ezer éve folytatja az ember. Na most ebből adódik az, hogy az emberi viselkedésnek az ősi, ösztönös oldala az hat a mai embernek a tevékenységére is, a mai embernek az életére is. A biofília hipotézis az ezek mellett még arról is szólt, és ezért fontos számunkra, hogy az ember az állatoknak a viselkedéséből tudott következtetni a veszélyhelyzetekre. Tehát azt mondhatjuk, hogy abban az esetben, hogyha ott éltek körülötte az állatai, például ugye a kutya, ami körülbelül ma úgy gondolják, hogy egy ilyen 40-50 ezer évvel ezelőtt csatlakozott az emberhez, akkor ezek az állatok, ezek figyelmeztették az embert, hogyha veszélyhelyzetbe került, tehát hogyha valamilyen veszély fenyegette, és ha az állatok nyugodtak voltak, akkor ő is nyugodt tudott maradni. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy az ember története során az ember és az állatok kapcsolata az jelentősen megváltozott. Az ősi időkben az ember része volt a természetnek, természetes körülmények között élt, majd elkezdte az állatokat háziasítani, de még ekkor is az önellátás időszakában az állatok, azok ott éltek az ember körül. Aztán jött az ipari forradalom, amikor egy jelentős technológiai ugrás, egy technológiai fejlődés történt az emberi fajnak a történetében. Ekkor megváltoztak az embernek az életkörülményei, kiszakadt a természetes környezetből, és elkezdett városokban élni. Ezek után az urbanizáció időszakában, amit tulajdonképpen ma is élünk, a városokba tömörödött az emberi populáció, majd ezzel párhuzamosan azért, hogy etetni lehessen ezt a hatalmas embertömeget, megjelent a nagyüzemi állattartás. Ennek a nagyüzemi állattartásnak az volt az eredménye, hogy a háztáji állattartás az visszaszorult, és az állatok és az emberek közötti kapcsolat átalakult. Ma már az átlagember azokkal az állatokkal, amiket elfogyaszt, amiket megesz, azokkal nincsen közvetlen kapcsolatba. Ha valamilyen állattal kapcsolatba kerül, akkor az egy társállat vagy hobbi állat, ami együtt él, szinte mondhatjuk azt, hogy családtagként él az ember mellett. Így láthatjuk azt, hogy a legtöbb állat és az ember között megnőtt a távolság. Ugyanakkor a biofília elméletből következően az emberre jótékony hatással vannak az állatok, és ezt próbáljuk mi
az állatasszisztált terápiákkal, állatasszisztált fejlesztésekkel felhasználni. Az első dokumentált állatokkal végzett terápiás ellátás az Angliában 1792-ben történt, ahol pszichés betegeknek adtak lehetőséget arra, hogy haszonállatokat gondozzanak, és William Tuke, aki ezt lehetővé tette számukra, azt tapasztalta, hogy nagyon jó hatással volt rájuk az állatoknak a közelsége. Sigmund Freud is felhasználta a terápiáin a kutyáját, Jofit, és leírta azt, hogy sokkal könnyebben megnyíltak a páciensek abban az esetben, hogyha a kutya is ott volt a foglalkozásokon. Az első konkrét állatterápiás felfedezés, tehát magának az állatterápiának az idézőjeles felfedezése, az egy Levinson nevezetű pszichológushoz köthető, aki egy súlyosan értelmi fogyatékos kisfiúval foglalkozott, és egyszerűen nem tudott közel kerülni hozzá, még csak addig se jutottak el, hogy beszélgetni tudjanak. És egyszer véletlenül bevitte magával a kutyáját a kezelésre, és a kisfiú elkezdett a kutyához beszélni, és a kutya, mint egy ilyen közvetítő szerepet szolgálva, segítette a terápiát. Magának az állatasszisztált tevékenységeknek nagyon sokféle formáját tudjuk megkülönböztetni. A legtágabb értelemben vett az állatasszisztált beavatkozás, ami minden olyan beavatkozást, intervenciót, foglalkozást magában foglal, amely állatot von be a terápiás vagy fejlesztő folyamatba. Tehát ez a legtágabb fogalom. Az állattal segített aktivitás, vagy állattal segített tevékenység, ez minden olyan ember megtapasztalhatja, aki az állatokkal foglalkozik, ugyanis minden olyan állatokkal való elfoglaltságot ebbe a kategóriába sorolunk, ahol az egészséges vagy beteg ember számára az állat jelenléte a segítőn hat valamilyen állapotában vagy tevékenységében. Magyarul, amikor hazamegyünk, és a macskánk dorombolva a lábunkhoz törleszkedik, az egy állattal segített tevékenység, hiszen jobban fogjuk tőle magunkat érezni. A konkrét állatasszisztált terápia az talán a legszűkebb és legspeciálisabb része ezeknek a tevékenységeknek. Itt egy beteg, sérült állapotot próbálnak a hozzáértő szakemberek céltudatosan, célorientáltan, az állatok segítségével megváltoztatni. Amivel mi foglalkozunk, az az állatasszisztált pedagógia, vagy állatasszisztált oktatás, ahol magát a pedagógiai tevékenységet segítik az állatok, és ehhez szükséges egy olyan pedagógus, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az adott segítő állatról, és ezt az állatot a pedagógiai koncepciójának az érdekében fel tudja használni. Milyen állatokat lehet bevonni ebbe a pedagógiai munkába? Hát talán a leggyakrabban kutyával végzik ezeket az állatasszisztált foglalkozásokat, hiszen a kutya az ember mellett fejlődött ki. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egyfajta párhuzamos evolúció zajlott le, tehát az ember hatott a kutyára, a kutya pedig hatott az emberre, és a kutyánál olyan viselkedésbeli és genetikai változások jelentek meg itt az evolúciója során, amivel egyre közelebb került az emberhez. A mai kutya nagyon nagyban különbözik az ősétől, a farkastól. A háziasítása során megváltozott a kötődése, tehát például más fajokhoz, például az emberhez is tud kötődni, megváltozott a kommunikációs képessége, tehát a kutya az a mi kedvünkért ugat, miattunk, az ember miatt sajátította el ezt a kommunikációs formát. Na most
Ebből adódóan a kutya, mivel ennyire alkalmazkodott az emberhez, talán a legalkalmasabb állat a terápiás munkára, vagy állatasszisztált munkára. Ugyanakkor a kutyáknak ahhoz, hogy ezt a munkát tudják végezni, számos követelménynek kell megfelelniük, tehát vizsgázniuk kell. Mielőtt bevonjuk az állatasszisztált munkába a kutyát, alaposan meg kell vizsgálni a személyiség vonásait, hogy pontosan tudjuk azt, hogy milyen szituációban hogyan fog reagálni. Lehet delfinnel is dolgozni, főleg Amerikában folynak ilyen tevékenységek, ahol delfineket vonnak be az állatasszisztált fejlesztésbe, nem csak a hagyományosan kedves állatnak tartott palackorú delfinnel, hanem például a gyilkos orkával, gyilkos bálnával is szoktak dolgozni. Mi is nagyon örültünk volna az egyetemen, hogyha mondjuk delfinnel el tudunk kezdeni dolgozni. Én nagyon jól el tudnám magam képzelni ebben a munkakörben, de hát sajnos erre az anyagi lehetőségek azok nincsenek meg. Van ugyanakkor nálunk az egyetemen egy lovarda, egy lovas akadémia, ahol folyik is lóval végzett terápia és lóasszisztált tevékenységek. Nagyon jó eredménnyel ezt el lehet mondani. A lónak egyetlen egy problémája van a mi szempontunkból, hogy a gyerekeket kell a lóhoz vinni, mert magát a lovat szállítani az elég nehéz, és hát az iskolákba eljuttatni a lovat heti rendszerességgel az nem megoldható. Nagyon sok állatfajt kipróbáltunk akkor, amikor kerestük azt, amivel mi az állatasszisztált munkát folytatni szerettük volna. Megpróbálkoztunk tengeri malaccal, aranyhörcsöggel, de szárazföldi és víziteknőssel egyaránt, kígyóval, siklóval, tehát elég sok állatfajt kipróbáltunk, hogy melyikre hogy reagálnak a gyerekek. Azt lehet mondani, hogy igazából a gyerekek azok mindegyiknek örültek, mindegyikkel szívesen foglalkoztak, viszont az állatok azok nehezen viselték azt a megterhelést, amit a gyerekek jelentettek számukra. Így jutottunk el a nyúlhoz, és hát ugye fölmerül a kérdés, hogy miért jó a nyúl? Miért pont a nyúl az, amelyik megfelel számunkra erre a munkára? Törpenyulakat használunk, a hagyományos gazdasági nyulak azok túl nagyok ahhoz, hogy mondjuk a gyerekek ölbe vegyék őket, vagy az asztalon, földön ott sétáljanak a nyulak a csoportban. A törpenyul az viszont nagyon sok szempontból megfelel a mi kívánalmainknak. A gyerekek által kedvelt állatról van szó, kézhez szoktatható, tehát nagyon jól megszelidül. Meg lehet tanítani mindenféle szabályokra. Tehát például alapvetően a szobatisztaság az nagyon jól megy neki, ami egy nagy előny akkor, hogyha ki akarjuk engedni az osztályterembe. És nem olyan elterjedt, mint a kutya, illetve a macska, tehát a gyerekek számára egy újdonságot jelent. És ami még emellett nagyon fontos, hogy a szükségletei, azok az óvodai és az iskolai mindennapokhoz nagyon jól hozzáilleszthetők, tehát nem igényli azt, hogy folyamatosan foglalkozzanak vele, de akkor, hogyha erre lehetőség van, akkor nagy örömmel vesz részt a munkában. A kutatásainkat 2017-ben kezdtük, azóta összesen 5 iskolának 11 osztályába juttattunk el heti rendszerességgel nyulakat, ahol adatfelvételezést is hajtottunk végre. Ebben a vizsgálatban, amit most beszeretnék mutatni, és amin meg szeretném mutatni azt, hogy milyen eredményei lehetnek a nyúlalasszisztált munkának, 2 osztályt hasonlítottunk össze. Mindegyik elsős osztály volt. Mi elsősorban erre a korosztályra koncentrálunk, mert itt az óvoda és az iskolai átmenet az egy elég nagy megterhelést okoz a gyerekeknek, és nagy stresszt okozhat nekik.
Úgyhogy két osztályt vizsgáltunk, egy többségi osztályt, ahova csak problémamentes gyerekek jártak, illetve egy integráló osztályt, ahova sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küszködő gyermekek is jártak a problémamentes gyerekek közé. Az állatasszisztált program az úgy nézett ki, hogy nyulas és nyúl nélküli időszakok váltogatták egymást. Kezdtünk egy nyúl nélküli időszakkal, 6 hétig folyt, majd ezek után jött egy 6 hetes nyulas időszak, utána megint eltávolítottuk a nyulat az osztályból, és befejeztük egy újabb nyulas időszakkal a vizsgálatunkat. A gyerekeknek a szorongását mértük. Erre van egy úgynevezett vonásszorongás teszt, amit pszichológus segítségével értékeltünk ki. És itt a elsősorban a globális szorongásra, tehát arra koncentráltunk, hogy általában hogy érzik magukat a gyerekek. A kérdéseket, 20 kérdést kaptak rendszeresen a gyerekek. Ha pozitív választ adtak, akkor 1 pontot kaptak rá, ha semlegest, akkor 2 pontot, hogyha negatív választ, akkor 3 pontot. A 3 hetente volt mérés, és a 38 pontot kapó gyerekeket, illetve a felett kapó gyerekeket a szorongónak sorolja be a teszt. 30-38 pont között kissé stresszesnek állítottuk be őket, és 30 pont alatt volt a normál szorongási szintjük. És nézzük meg, hogy hogyan alakultak az eredmények. A többségi iskolában az első alkalom, az első 3 hétben a gyerekeknek a pontszáma az 32 pontot ért el, tehát egy ilyen közepesen szorongó állapotban voltak. Majd a második alkalomra, ami még nyúl nélküli időszak volt, a tanítók le tudták vinni ezt egy normál szintre, és utána, amikor megérkezett a nyúl, akkor további csökkenést tapasztalhattunk. Amikor elvittük a nyulat, és így vizsgáltuk 6 héten keresztül a gyerekeket, akkor megemelkedett a szorongásnak a szintje, majd amikor visszakerült a nyúl hozzájuk, akkor megint lecsökkent. Itt nem voltak olyan nagy változások. Ezzel szemben az integráló iskolában, az integráló osztályban azt tapasztalhattuk, hogy eleve magasabb volt a gyerekeknek a szorongás szintje, és a harmadik alkalommal, tehát amikor a nyúl már 3 hete az osztályban volt, akkor csökkent le, és ekkor viszont a közel normál állapotra sikerült lecsökkenteni a gyerekeknek a szorongás szintjét, és ez az alacsonyabb szint, ez minden alkalommal, amikor a nyúllal együtt mértük, ez meg is maradt a gyerekeknél. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a kissé stresszes, tehát átlagosan a kissé stresszes kategóriából normál stressz állapotba sikerült a nyulakkal juttatni a gyerekeket, tehát egy ilyen közel 8,5%-nyi csökkenést tapasztaltunk a szorongásukban. Ha megnézzük ezt külön az iskolánként, akkor azt láthatjuk, hogy az integráló iskolában 9,5%-kal csökkent a gyerekeknek a szorongása, a többségi iskolában pedig 7,24%-kal csökkent a gyerekeknek a szorongása, tehát mind a két esetben csökkenés volt tapasztalható, ugyanakkor az integráló iskolában közel 10%-nyit tudtunk javítani a gyerekek szorongás szintjén. És ugye felmerül a kérdés, hogy hogyan érezte magát közben a nyúl? És nekünk ez az egyik legfontosabb kérdés. Tehát azt már tisztáztuk, hogy a gyerekekre jó hatással van az állatasszisztált foglalkozás, de nézzük meg, hogy vajon a nyulakra milyen hatással van. Erre ugye lehet, hogy nagyon örülnek neki, de lehet, hogy rosszul érzik magukat a foglalkozások alatt. A fő kérdésünk az az volt, hogy az állatasszisztált foglalkozást mennyi ideig képesek elviselni a nyulak. Mekkora az a határ, ami még megfelel az ő stressztűrő képességüknek. Két csoportot alkottunk 20 nyúlból.
Minden ugyanaz volt az összes nyúlnál, tehát ugyanazon apától származtak, három anyától, ugyanolyan körülmények között neveltük őket. Ezek egyébként 8 generáció óta szelídségre és stressztűrésre szelektált nyulak voltak. Egy különbség volt köztük, az egyik csoportot azt kölyökkoruktól kezdve, tehát amikor még vakok és csupaszok és az anyjuk neveli őket, elkezdtük szoktatni az emberi érintéshez, ezt neveztük handlingnek, ezt a szoktatást. A másik csoport volt a kontrollcsoport, azokat pedig csak egyszerűen az anyjuk fölnevelte, majd utána fogtuk és elkezdtük velük az állatasszisztált foglalkozásokat. Ők is szelidek és stressztűrésre szelektált nyulak voltak, de őket nem handlingeltük egészen születésüktől kezdve. Két fő tesztet végeztünk velük. A gazdával szemben megnéztük azt, hogy mennyire bizalmasak a nyulak a foglalkozás előtt és a foglalkozás után, illetve megnéztük, hogy hogyan reagálnak a gyerekekre a nyulak a foglalkozás alatt. Itt a gyerekek tesztelték őket, összesen 120 gyermekkel találkoztak a nyulak egy nyári gyermektábor keretében, tehát azt mondhatjuk, hogy hát elég nagy nyomás alá helyeztük őket. Három foglalkozás volt egymás után a táborban. Az iskolai rendszernek a mintájára 45 perces tanóra volt, amikor a gyerekek foglalkoztak a nyulakkal, közte 15 perc szünet, amikor a nyulak kipihenhették magukat. A foglalkozás során kezdetben a nyulak a ketrecben voltak, majd utána a gyerekek benyúltak a ketrecbe, kivették a nyulakat a ketrecből, a földön foglalkoztak velük, a pedagógusnak a vezetésével, majd utána felemelték, kézbe vették a nyulakat. Tehát mondhatjuk azt, hogy ilyen növekvő nyomást helyeztek a nyulakra. Ezek után felvettük a teszteket a nyulakkal, és azt tapasztaltuk, mint ahogy vártuk is, hogy a gazdával szemben mutatott bizalmasság az lecsökkent a foglalkozások végére. Tehát összességében minden nyúlnál megfigyelhető volt az, hogy az állatasszisztált foglalkozás előtt sokkal jobban bízott az emberekben és a gazdájában például, mint az állatasszisztált foglalkozás után. Ezt vártuk is, ezt a mindennapi gyakorlatban is ezt tapasztaljuk. Hozzá kell tenni, hogy egy jól felkészített nyúl egy-egy ilyen foglalkozás sorozat után viszonylag gyorsan összeszedi magát, tehát egy-két nap pihenés után akkor újra csatasorba lehet állítani. Megnéztük ugyanakkor azt is, hogy vajon a handlingelés, tehát az, hogy egészen kölyökkortól kezdve szoktatjuk a nyulainkat az emberi érintéshez, az hogyan hatott, és azt tapasztaltuk, hogy a handlingelt egyedek azok minden egyes esetben, tehát a gazdával is és a gyerekekkel is sokkal bizalmasabbak voltak, és hogyha megnézzük itt a diagramokon a gyermek teszteket, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a handlingelt egyedek azok a második 45 perc végéig szinte nem volt semmilyen változás a bizalmasságukba, és a harmadik 45 perc végén akkorra csökkent le a bizalmasságuk, de még akkor is olyan bizalmasak voltak a gyerekekhez, mint a nem szoktatott, nem kölyökkortól handlingelt nyulak a kezdetén. Tehát ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a nyulakat alaposan fel kell készíteni erre a munkára. Tehát nem elég az, hogyha tudjuk, hogy a gyermekek számára vagy az ember számára hasznos az állatasszisztált tevékenység, a nyúl is fontos. Tehát csak úgy lehet együtt dolgozni ebben a formában, az állatasszisztált munkában, hogyha a nyúlnak az érdekeit is szem előtt tartjuk, tehát csak speciálisan kiválasztott, szelektált, erre a célra tenyésztett nyulakkal érdemes elkezdeni dolgozni, és azokat is egészen kölyökkortól kezdve fel kell készíteni erre a munkára, és oda kell figyelni arra, hogy ők prédaállatok, tehát nem bírják olyan sokáig a munkát, mint mondjuk egy kutya,
Tehát maximum ezt a 2x45 percet szabad velük egy ilyen rövidebb szünettel folyamatosan dolgozni. Én úgy gondolom, hogy ebben az állatasszisztált tevékenységben és a nyulakkal végzett állatasszisztált tevékenységben nagy jövőt láthatunk. Én remélem azt, hogy egyre jobban elterjed az állatasszisztált programoknak a pedagógiában való felhasználása, és remélem, hogy sikerült kedvet csinálni ezzel az előadással az ilyen munkáknak a folytatására. Köszönöm szépen a figyelmet!